az Aubrieta Regado White, ez a kerti pázsit violának egy fehér színű változata. Igazából ilyen 5-10 cm magasra szokott megnőni, és az izgalmas, hogy ez egy örökzöld sziklakerti vagy pedig talajtakaró évelő növény. Ugye ilyenkor, hogyha így összefogom, akkor lehet, hogy látni, hogy nagyjából hogy néz ki ugye egy darab növény. Nagyon szépen, hogy be vannak gyökeresedve. Hát, mondjuk egy ilyen 30-50 centinként, hogyha ültetjük egy négyzetméterre, akkor tulajdonképpen pillanatokon belül úgy, ahogy itt most ebben a tálcában van, nagyon szépen betakarja a talajt. Nyilván itt most egy tálcában, nem tudom, 20 valamennyi van, de pontosan ugyanúgy néz ki akkor is, hogyha a kertébe kiülteti, ilyen 30-50 centinként, és akkor egy nagyon szép egy ilyen hófehér foltot lehet belőle kialakítani. Itt ugye vannak különböző színek, lila, kék és más egyéb színű talajtakaró évelők, nem mindegyik örökzöld. Úgyis egyébként tavasszal a legcsodálatosabbak ezek gyakorlatilag, és ami még nagyon fontos ugye ezeknél, hogy inkább ilyen foltokat érdemes kialakítani, tehát ne csináljunk olyat, hogy egy ilyen, meg egy ilyen, meg egy olyan, hanem inkább ilyen foltokat kellene kialakítani ebből. Veszünk egy 4-9 darabot, beültetünk belőle egy foltot, és azt ott benne vinni. Nyugodtan lehet benne rózsa, vagy gyümölcsfa, vagy bármi más. A lényeg az, hogy ezekkel a színes talajtakarókkal egész ilyen gyönyörű szép varázslatos szőnyegeket lehet belőle alkotni, és onnantól kezdve, hogy a talaj teljes mértékben fedi, lehet látni már kinyílt virágokat, még bimbos virágokat, akkor ott már nem fog gyomosodni. Nagyon szép tavasz köszöntő március-április környékén, és utána pedig egy ilyen szép zöld növényként tulajdonképpen borítja a talajt.